Puskás Ferenc stadionban a piros fölsőben és fekete nadrágban pályára lépő pécsiek azt vették a fejükbe alig, hanem hogy megelőzzék a Ferencvárost. Ha ugyanis megnyerik ezt a mérkőzést, akkor a pécsiek a Fradi elé léphetnek a táblázaton. Alexander Jovanovicsot ketten támadták a pécsiek, Szatmári és Eke Uzoma, aztán Uzomát nem adják, hogy olyan könnyen kihozza. Jovanovics majdnem visszaszerezte, sőt, most már abszolút övé a labda, és lövés is van belőle. Egy perc elteltével már is egy ferencvárosi kísérlet. 11 méternél a pillanatban senki nincsen közelebb a kapujához, csak a lesen lévő Bödő, aki aztán visszatáncol. Lepattanó labda, és bent van! Bödő Dániel ért oda, és ezzel vezet a Ferencváros a 6. percben. Frölich. Kővári Róbertről kell majd még egy pár mondatot említeni, akifelé pont most jön a labda. Hoppá! Öngól! 1-1 Mateos lábáról. Jova teljesen tehetetlen az esetnél. Erre alig ha számíthatott, hogy a védő így meglepi. Tökéletes kivitelezés támadó szempontból, mert úgy emelte át Jovát, hogy esélyesen volt. Bőnik szabadrugása megy középre. A fejes is középre ment. Böde. Kimondottan jó mutatók, szép labda, így meg aztán pláne Vesics lábára pont oda kerül, és most befújja a büntetőt Farkas játékvezető. 11-es a PMFC Matiasnak. A labda mögött Koller Krisztián. A 40. percben, és bent van a kapufáról, pedig Jova hozzáért. Megfordítja az állást a pécsi csapat. Szatmári. Ez viszont egy határozott közbecsúszás volt, majd egy fejes és Jova védése. Pölöskei labdáját kapta ki a léc alól. Na, ez már igazi védés. Jenner. Szép játék volt, Szomáliától kapja vissza, ez nagyon magas, de a túloldalon jó, alig hanem akkor ide is szánta Bőnignek. És ott a fejes, Böde. Most a meccs egy negyede van hátra és a Pécs vezet. Böde pedig jó labdát ad. Bőnig. Óha. Pedig jól indult be. Böde is jó ütemben adta. És aztán egyenesen ki a pályáról a labda. Nincs erő a Ferencvárosban. Jönnek a labdák, arra nincs panasz. Tehát ha nem rúgtak be kb. 25-öt a 16-osan belőre ívelést, akkor egyet sem. De hányat fejeltek el? Egyet sem. Ez viszont jó. Jenner középre. Ez volt a legnagyobb helyzet a második félidőben. 2 perccel a vége előtt Dibusz jön, és megint üti a labdát. És üti, és üti, és üti. Besics meg csak lövi, és lövi. És nyer a Pécs 2-1-re.